Folytatódik a Szűcsi iskola korszerű bététele. Korábban többek között műfüves pályával gazdagodott a helyi tagintézmény és energetikai fejlesztéssel. Most következik az általános iskola belső felújítása több mint 80 millió forint értékben, mondta el ott jártunkor Berta István Szűcsi vezetője. Nagyon bízunk benne, hogy, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a település közintézménye rendszere felújuljon, megújuljon. A művelődési házban Berta István szerint közel 50 milliós fejlesztési beavatkozás készül szigeteléssel, ablakcserékkel, festéssel, a fűtésrendszer átalakításával, a vízes blokk modernizálásával. Az ehhez kellő pénzösszeg már a település számláján van, mondta a polgármester. A helyi termelői piac témájára is külön több mint 40 milliót nyert el az önkormányzat. A kiszolgáló létesítményekre koncentrálva, de vesznek foliázógépet és kialakítanak egy hűtött raktárat is a helyi termékeknek piachoz kapcsolható egyéb kiszolgáló létesítményeket szeretnénk nagyon szépen felújítani. Itt ugye az terveinkben, meg amire szintén eldöntött és nálunk lévő fejlesztési pénzeink vannak, itt egy hűtő tárolóhelység kialakítása kerül, egy olyan jellegű automata fóliázó csomagológép, ami nagyobb tartási lehetőséget biztosít a termékeknek. Az elnyert projektek elérése nem valósult volna meg Szabó Zsolt a képviselőjének hatható segítsége nélkül. A képviselő a tervezéstől kezdve odafigyelt a most megkezdett fejlesztésekre, vázolta fel végül Berta István.